viszont ma megcsináltam a szemüvegemet. Hoppá. Amelyeket fejbe rúgtak az alsó esi strandon. Jó kis nyári emlék. De jó volt. Sétáltam az alsó esi strandon, amikor csak arra lettem figyelmes, hogy elsötétül a világ. Mert oldalról halántékkor rúgtak teljes erőből egy frankó foci labdával. Majd megfordultam, és egy pali, tehát a világ legnagyobb, nem is tudom mi a jó, tehát ilyen lehető legméltatlanabban reagált erre a helyzetre, ami egy kicsit felbosztantott magam, plusz a szemeg az így elferdült, tehát egy korkötön elferdült. Aztán megkérdeztem tőle, hogy esetleg nem akar elnézést kérni, vagy megkérdezni, hogy vagyok. De ugye hát, amit hát nem szabad ilyet erőltetni, mert aztán nem jön magát, hogy ez nem ugyanolyan. És végül odáig fajult a beszélgetés, és megoldotta a srác a helyzet, és azt mondta, hogy többet kéne sportolnom, és akkor nem fájt volna, hogy fejbe rúgtak. Hát mondom, ez nehéz idapkozni, ez egy nagyon erős ér, ugye? Ez egy olyan ér volt. Igen. Tehát, wow. hogy igen. Nem vagyok biztos benne, hogy bioszúrálő sokat jár, de ettől függetlenül, hát ez van.